A Bicske elleni hazai vereséget követően Dorogra látogatott a KVSE, ahol szintén 2-0-ás vereséget szenvedett. Így nyeretlenül a tabella utolsó előtti helyéről várta a Gyirmót 2 csapatát vasárnap. A sárga-kék alakulat még a komáromiaknál is gyengébben kezdte a szezont. A forduló előtt mindössze egy pontja volt. Így kiesési rangadónak is lehetett nevezni ezt az összecsapást, amit még nem a Molai pályán, hanem Monostoron rendeztek. A tét igazán érezhető volt a csapaton, de nem nyomta rá a bélyegét. A találkozót a vendég gyirmótiak kezdték jobban. A 19. percben egy szabad rúgást követően Kis Norbert elé pattant a játékszer, aki 10-11 méterről nem hibázott. Még az első félidőben a 18 éves Lőrinc bedobása Sandalhoz került, aki fejjel vette be a vendégek hálóját. Ezzel a csapatok döntetlennel vonultak a szünetre. Nem sokáig volt viszont egál, hiszen a vendégcsapat a 48. percben újra megszerezte a vezetést. Marlen 7 méterről pörgetett Ásványi kapujába. 2 perccel később azonban felcsillant a remény, hiszen a vendégek játékosa Tulner Péter megkapta a játékvezetőtől a második sárgalapját, így az 50. perctől emberelőnyben játszhatott városunk csapata. A vendégeknek viszont ez sem szegte kedvét. Az előbb még gólt szerző Marlen most gólpaszt osztott ki. Méghozzá a védőket megelőző Omingernek, így a 66. minutumban 2 góllal ment az ember hátrányban játszó Gyirmót. A KVSE azonban nem adta fel, előbb ismét Sandal volt eredményes, ezúttal büntetőből, majd a lefújás előtti másodpercekben a csereként beállt Tímári Norman is betalált. Így végül legalább az egyik pontot otthon tartotta a Komárom. A tabellán ez továbbra is az utolsó előtti helyre elég. A csapatunk a következő hétvégén nem játszik, legközelebb szeptember 22-én lesz mérkőzés, akkor az Újpest 2 érkezik. Jelenlegi információ szerint már a KVSE igazi hazai pályájára.